Pál apostol szavait idézem, aki azt mondotta, mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy elcsendesedhetünk a Te hatalmas színed előtt. Elhoztuk a keresztet, a magyarság fájdalmas keresztjét. Hozzád, a Te hatalmas színed előtt állunk meg. Áldott Úr Jézus Krisztus, aki tudod, hogy mit jelent a kereszt. Hiszen fájdalmainkat Te hordoztad. Életedet adtad érettünk. Köszönjük, hogy eddig is Te hordoztál bennünket. Köszönjük, hogy ezt a keresztet oda tehetjük a Te hatalmas kereszted elé. Te tőled kértünk segítséget, előtted borulunk le, és kérünk Téged, könyörülj rajtunk, könyörülj magyar népünkön, nemzetünkön. Te mondottad, boldogok, akik éhezik és szomjúkozzák az igazságot. Így kiáltunk most Te hozzád. Igazságos Atyánk, Krisztusért, a kereszt áldozatáért, könyörülj rajtunk. Hallgassál meg bennünket, Urunk. Amen. Kedves testvérek, ez a mi keresztünk nem csak hazafias lelkületünk miatt, hazafias felindultságból, hanem azért is, mert a Benes dekrétumok miatt apai nagybátyám Kassáról, családjával egy bőröndel ment Abaújszántóra. Elzavarták onnan. Azért is a mi keresztünk, mert feladatunk van. Az efezusiakhoz írt levélben olvassuk, szakítsatok a hazugsággal, hiszen tagjai vagyunk egymásnak. A haragszotok is nevét kezdetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok helyet az ördögnek, aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját kezével szerezzen javakat, hogy legyen miből adnia a szegényeknek. Semmiféle gonosz beszéd ne kerüljön ki szátokból, hanem csak ami alkalmas az építésre. Ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét, aki által megvagytok pecsételve a megváltás napjára. Ezek a szavak a mi keresztünket jelölik, a mindennapi keresztjeinket, hiszen akik itt vagyunk, fogadjuk meg, hogy tényleg nem hazudunk, tényleg őrizzük az életet, nem veszünk részt a betegek, a gyermekek megölésében, akár még abortusszal is. És ha ilyet tettük, megbánjuk. Vigyázunk a családokra. Nem hagyja el a szánkat Isten káromló szó. Ez a mi keresztünk. Talán ezért is, ezekért a bűnökért is szenvedtünk. De azért is a mi keresztünk, mert a kereszt vége a feltámadás. És ahogy előbb hallottuk, igen, a mi jövőnk a föltámadás. Én hiszem, hogy Magyarország föltámad. És ezért merem elénekelni azt az éneket, aki tudja, imádkozza velem együtt, amit ezen a héten minden görögkatolikus templomban és az év minden szerdáján és péntekén énekeljük. Üdvözíts, Uram, a Te népedet, és áld meg a Te örökségedet,
a győzelmet ellenségei fölött hazánknak, s kereszteddel őrizd meg a te népedet. És a föltámadt Krisztus a fájdalom keresztjét tegye a reménység, az élet, a győzelem jelévé, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Uram, hallgasd meg könyörgésünket, és a mi kiáltásunk jusson elé. Az Úr legyen veletek, könyörögjünk. Mindenható örök Isten, áld meg ezt a fájdalom keresztet, amely a magyarok értékeit, a magyarok fájdalmát is megjelenít előttünk, amely nemzetünk összefogását is jelenti egyúttal. Áld meg azokat, akik bármi módon áldozatot hoznak e kereszt alatt összegyülekezve, mert az áldozat, amelyet ilyenkor hoznak, a fájdalom ellenére a megújulás magvait jelenti, és adjad mindannyiunknak. Úgy, akik hordozzák bármikor ezt a keresztet, és bárhová eljut, hogy oda jöhessenek a fiatalok, akik az élet küzdőterében az igaz értékekért akarnak küzdeni, és az igazságért, mint tényes győzelmes csillag, vezesse őket pályájuk nehézségein át, mert rámerhetik tekintetüket azok is, akik az élet derekán járnak. Ne bátortalanodjanak el az élet nehézségei láttán hazánk bajain, hanem megerősítse őket mindennapi kötelességük vállalásában az a Krisztusi erő, amely ebből a keresztből és a fájdalom ellenére a győzelem keresztjét nemesíti meg számunkra, tehát a szellemiség is, amely a történelem folyamán keresztből kisugárzott népünkre. A fájdalom kereszt alá gyülekeznek az idősebbek is. Ők már hosszú évek tapasztalata alapján tudják, hogy mennyire szükséges az igazi célok kitűzése, és azok eléréséhez a közösség, így hazánk erejének is az összefogása. E fájdalom kereszt jelezze minden jó akaratú embernek a felkínált szabadító igazságot és a boldogító szeretetet. Buzgón akarjunk e kereszt alá gyülekezni, hogy küzdjünk a közélet tisztaságáért, küzdjünk azért, hogy az igazság nemzetközi szinten is, a magyarok érdekében is megoldódhasson, kialakulhasson. Küzdjünk kötelességeink hűséges teljesítésért, amely a hazánk megmentéséért, ami magunk részét jelenti, és a valódi testvéri szeretet megvalósításáért, amelynek szimbóluma ez a kereszt. Ehhez kérjük, Istenünk, oltalmazó áldásodat, áld meg és szenteld meg ezt a keresztet, amely a te dicsőségedet és a magyar nép megújulásának is egyik záloga, alkalmas eszköze és szimbóluma. Áldjon meg a mindenható Isten a kegyelem gazdagságával az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Végül imádkozzuk el magyar hazánk és az igazság megszabadító erejéért a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Magyarok nagyasszonya, boldogságos királynőnk és édesanyánk, könyörög érettünk magyarokért. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Szeretném megkérni Morvai Krisztinát, hogyha egy pár szót mondana, de amíg ide ér, addig együtt énekeljük már el, ha mehet a haza nem eladó. Haza nem eladó, ezüst pénzre sem várható, mert a haza lelked része, határai, eléd Isten.